Üdvözlöm Önöket! A híradó után lássuk, hogy milyen programok várnak Önökre Miskolcon. Már is mondom a részleteket, tartsanak velünk! Adventi hangulat vár mindenkit a Szent István téren egészen karácsonyig. Koncertek, gyermekprogramok, sütigyár és szeretetdoboz várja a miskolci családokat, sőt esténként megelevenedik Miskolc karácsonyfája is. A családok adventi koszorúján már 2 gyertya ég. December 16-án délután 4 órakor pedig a 3. gyertyát gyújtják meg a város vezetői. Pénteken délután 5 órakor ismét zenei szemere szalon. A Papszeri kiállítási épületben Magyar Zenés Karácsony címmel folytatódik a rendezvénysorozat újabb eseménye. Közre működik a Forrás Kamara Kórus Balázsné Molnár Ildikó vezetésével, Flach Antal zongorán játszik, és fellép a miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium kamarazenekara is. Hamarosan jubilál a miskolci állategészségügyi telep nyílt napja. Most szombaton 97. alkalommal várják az állatbarátokat egy kis önzetlen segítségre. Délelőtt 10 és délután 2 óra között bárki, aki kedvet érez, megsétáltathatja a telep kutyáit, ha pedig úgy gondolja, akár adományával vagy örökbefogadással segítheti a gazda nélkül maradt állatokat. A miskolci szimfonikusok karácsonyi koncertje évtizedes hagyományra tekint vissza, december 18-án este 6 órától ismét meghitt, ünnepi dallamokkal töltik meg a selyemréti Szent István templomot, amelyben a fazekas iskola gyermekkórusa is részt vesz. Az ingyenes hangverseny a zenekar ajándéka a városlakóknak. Kedves nézőink, ennyi fért a mai programajánlóba. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Nézzenek minket pénteken is a híradó után. Viszontlátásra! A műsor támogatója a Roland Divatház Premier Outlet.